Szép jó napot kívánok! Megkérem szépen, hogy a mobiltelefonokat tegyék hangtalan állapotba. És mindig, ha otthon meditálni próbálunk, az első mindig a mobiltelefon kell legyen, amely összekapcsol a külvilággal. A második, az értelmünk kell legyen, ami szintén összekapcsol a külvilággal. Mind a kettőt ki kell kapcsolni. A mobiltelefon sokkal könnyebb, mint az értelmet kikapcsolni. De a meditációban kell tudni felejteni. El kell felejtsd, hogy mi a problémád. El kell felejtsd mindent, hogy mi a kötelességed. El kell felejtsd mindent. És ez sokkal nehezebb, mint tanulni. Az ember nem is gondolná, hogy nem tud felejteni. Persze az olyan apróságot leszámolva, hogy hova tettem el a kulcsot, olyankor könnyű felejteni. De egyébként nem nagyon tudjuk. Az én nevem Gunagriha, Sri Chinmoy tanítványa, egyébként Fülöp Sándornak hívnak. Én Erdélyben születtem, és 1979 óta Ausztriában élek, ahol ma is gyakorlom a szakmámot. Már 42 éve, hogy fogpiszkálással foglalkozom, fogorvos vagyok. És 27 éve, hogy kezdtem meditálni, és kezdtem egy más fajta életet élni, mint az előtt. Egy spirituális életmódot. És tulajdonképpen máma arról lenne szó, hogy ez mi, meg hogyan kellene ezt élni, hogyha valaki inspirálva érzi magát, hogy megtudjon többet a világról, mint amennyit tud. Világról sok mindent tudunk, tévéből, az újságból, a szomszédoktól, de a lényeget nem tudjuk. És a lényeg a legérdekesebb, a legizgalmasabb, és a legkalandosabb, a belső felfedezés. Annak, aki vagy. Annak, aki igazából te, mint lény vagy. Mikor picik vagyunk, megkérdezzük. Édesanyám, ki vagyok én? Akkor ő megmondja, hogy te Pistike vagy, vagy Gyurcs vagy. De ez a válasz nem az igazi. Most nem tudod, hogy ki vagy. Még most sem tudod, miért vagy itt a Földön. Mert valamiért vagyunk. És miért vagyunk. És mi ennek az értelme? A spiritualitás választ ad erre az embernek. Akkor, ha egy kicsit befele fordul, és nem csak a külső dolgokat nézi a világba, hanem elkezdi önmagát figyelni. Az önmegfigyelés első lépése a befele fordulás. És ugye rengeteg, sok száz, meg ezer könyveket írtak a meditációról. De elolvashatsz te ezret, tízezret, akármennyit. Az nem fog téged egy milliméterrel se előbbre vinni. Az sem, ha engem itt meghallgatsz. Az sem ér semmit. Az egyetlen dolog, ami az embernek segít, az, hogyha megtapasztalja azt. Az, hogyha te magad átéled a meditációt. A meditációról lehet beszélni, a meditáció ilyen meg olyan,
De érdekes módon nincs két egyforma meditáció. Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma tudat. És ezért ez az állapot is, amikor a meditációt átéljük, annyi féle, ahány ember van. Én, ha meditálok, akkor az én érzésemet, az életvitel központomat, ezt az energia csomót, amit érzek magamban, hogy ki vagyok én, hol vagyok én, azt lehozom, és ide beteszem. Hogyha ezt megteszem, és itt vagyok, és én azt érzem, hogy én itt vagyok. Ha én most itt vagyok, a mellkasomban, mellkasom közepén, szívemben, akkor innen nem megyek el. És ha itt őrzöm ezt a helyet, akkor létrejön egy állapot, amit meditációnak nevezünk. Az állapot, ami a meditáció, azt jelenti, hogy a gondolatok sokasága lelassul. Az értelem állandó bolyongása megszűnik. Tudnék, az értelem az egy semmi. Az értelmet a tudósok sem tudják megfogalmazni, hogy mi. Mindjárt evel élünk, ezzel a világot megváltoztatjuk, szebbé, jobbá vagy rosszabbá tesszük, de nem tudjuk, mi az értelem. És hol van, hol nincs. Ha alszunk, nincs. Ha nem veszünk részt benne, és nem követjük a gondolatokat, akkor az értelem nincs. A meditáció egy ilyen állapot, ahol éberen, tudatosan átéljük azt, hogy mi nem gondolkodunk. Ez a pici különbség, hogy gondolkodom, vagy nem gondolkodom, tesz ki mindent. És érdekes módon ezen a dolgon keresztül az embernek úgy érzi, hogy megváltozik az élete. De én nem hiszek abban, hogy az én életem megváltozott. Én azt mondom, hogy én az lettem, aki vagyok. És minden nap, minden hónapban, minden évben inkább azzá válok, aki én igazából vagyok. A meditációnak az a lényege, hogy kinyit bennünk egy világot befele, azt, akik mi vagyunk. Kik vagyunk mi emberek? Mi emberek nem egy állati test vagyunk, amelyet megetettünk, megitatunk, aztán lefekszünk, alszunk vele, mint az oroszlán, vagy a kutya, vagy bárki. Mi ennél több vagyunk. És ez a valami több, az a mi bennünk a spirituális, a lélek. Mindjájunkban az életet hordozó valami, az olyan, mint egy pici kis, édes pici gyerek. De ennek a pici gyereknek hatalma. Az emberi léleknek a hatalma felmérhetetlen. A tudása határtalan. És a természet fölötti ereje felfoghatatlan. És ez valójában minden egyes emberben így van. Akkor is, ha te még nem próbáltad ki, akkor is, ha te ebben nem hiszed, te egy két lábon járó csoda vagy. Egy olyan csoda, amely még egy nincs a Földön. És ez mindjájunkkal így van. A meditáció az, amely ezt a csodát föltárja nekünk. Kinyitja. És tulajdonképpen akkor azt éljük. Lépésről lépésre, fokozatosan, mindig egy picit, mindig egy annyit, amennyit az emberi korlátozott emberi értelmünk és tudatunk el tud fogadni. Tehát tulajdonképpen a meditációval egy tágulást élünk át, egy belső tágulást.
hogy ez a lélek mi mindent tud, arra egy nagyon egyszerű bizonyíték van. Én mielőtt elkezdtem meditációval foglalkozni, hipnotizáltam. Én azért hipnotizáltam, hogy a pacienseim ne féljenek a fogorvostól, mármint tőlem. És a hipnózisban érdekes dolgokat lehet látni. Hipnózisban ugye, ha 5 percet beszélgetek, szugerálok neked, azt mondom, hogy nem érzel. És akkor nem érzel. A hipnózis egy állapot, amikor az ember az akaratát átadja a másik embernek. Önkéntesen. Aki nem akarja, őt nem lehet hipnotizálni. A hipnózis egy kettőnek a beleegyezése. De a hipnózisban az ember értelme leül. Leül egy olyan szintre, mint egy 2 éves gyerek. Ha én 2 éves gyerekkel játszom, azt mondom, te egy kutyus vagy, és akkor ő 4 kézláb mászik és ugat, halál komolyan. És ha nevetnek rajta, akkor csodálkozik, hogy ezen mi nevetni valóban. Na most, ha én itt hipnotizálnék valakit, és ez megtörténik, ugyanúgy csodálkozná, hogy mit kacagnak az emberek, hát én kutya vagyok. Tehát az ember a szervezet racionális, szuper értelmét, ami tudja, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi az én dolgom, és mi nem az én dolgom, azt felbontjuk, megszüntessük. És létrejön egy ilyen primitív kis értelem, amiben szabadon lehet járkálni. Az érdekes benne ez, ez tulajdonképpen egy teljesen értéktelen állapot, mert mástól függesz, és nincs benne semmi érdekes, mert utána megszűnik, és annyi. De ebben az állapotban az ember olyan dolgokat tud, ami a lelkében van, ami nem az értelmében van, ami az értelem mögött van. És ezek a dolgok csodálatosak. Ha a hipnózisban megkérdezem tőled, mi történt veled 2 éves korodban a születésnapodon, akkor tökéletesen el tudod mondani. De nem úgy, hogy jaj, ez vagy ott, hanem ott vagy és látod. Látod a helyzetet, látod a gyereket, és látod, hogy milyen ruhában vannak a felnőttek öltözve, és mit beszélgetnek. Mindent. Mindent tudsz. Ez semmi. Hipnózisban olyan dolgot is tudsz, ami az értelmet soha nem találkozott vele. El tudod mondani, mit beszélnek a sebészorvosok, vagy mi történik a műtőben, mikor téged megműtenek, és el vagy altatva. Tehát hipnózisban, ebben a leegyszerűsített értelmi állapotban olyan dolgoknak a tudásához jutsz, amit magadban hordozol, de nem tudsz róla. Hipnózist használják a nyomozásnál. Egy jó hipnotizőr ki tudja venni belőled, hogy reggel, mikor álltál a busz megállóba, milyen rendszámú autók mentek el előtted, amit te oda se pillantottál. Mert megismétlődik az eset, és látod a kocsikot, és ott vagy reggel, és látod a helyzetet. Tehát mi mindjájunkban hordozunk valamit, ami nem anyagi, ami nem materiális, de ami tulajdonképpen mindent tud, ami velünk, körülöttünk, mögöttünk, fölöttünk, alvás közben vagy bármikor történik. Ez az elraktározott tudás, ez tulajdonképpen a léleknek a tulajdona. A bennünk lévő léleknek, a belső lénynek. Ma a tudósok, az agykutatók tudják, hogy a memória nem az agyban van. Nem tudjuk, hol van, de annyit tudunk, hogy nem az agyban van. És ez egy nagyon érdekes felfedezés, 1-2 éve, hogy olvastam róla, mert valami más van benne. Hipnózisban azt mondom neked, miután megszúrlak, nem érzel semmit, és kihúzom a nagy vastag tűt, most nem érez, és nem fogsz vérezni. Mert én azt mondtam, nem érez. És az ember azt végrehajtja. Tehát a fiziológiai, a természet törvényeit meg tudjuk szüntetni. És ezzel mi mindjárt rendelkezünk. Kivétel nélkül minden ember. Tehát benned van a természet fölötti képesség is. Legyőzni az erőket. Na most gondold el! Ez vagy te,
egy ilyen lény vagy te, és akkor rágod le a körmeidet, mert nem találod a megoldást a problémádra az életben, az apróságokra. Valami nincs rendben. Mi nem jól élünk. Mi nem használjuk azt, akik vagyunk. Amink van, a kincsünket. A mi kultúránk nincs arra beállítva, hogy meg is próbáljunk mi a bennünk lévő minden tudáshoz fordulni. Vagy őt megkérdezni dolgokról az életünkbe. Hú, te mit szólsz hozzá, ha én a lélekkel beszélgetek? Tegyem ezt a dolgot, vagy ne tegyem ezt a dolgot? És én állítom neked, hogy minden egyes kérdésedre az életedbe, és minden tudás, minden kérdés 100%-ban a válasz benned megvan. Itt, a szívedben. De nem itt. Az embernek itt a központja. Ha azt mondod én, mindig ide mutatsz. Én. Sohasem mondod én, csak az, hogy te. Az ember nem értékeli ezt igazából. Mert kritizál vele. Mert onnan sok-sok-sok negatív dolgot kap és érez. És tulajdonképpen minden bajunknak a forrása a nyakunkon lévő dinnyéből jön. Nem valahonnan kívülről vannak a problémáid. Nem azért van rossz állapotod, mert a világ rossz. Nem azért, mert a szomszéd rossz, vagy az anyósod rossz. Vagy a másik rendszer rossz, vagy a politika rossz, vagy bármi rossz. Hanem attól, amit te abból a rosszból magadba létrehozol. A te reakciód, a te értelmed létrehozza a kritikából, az elítélésből, az utálatból és mindenféle negatív érzésből, a féltékenységet, az irigységet, a mindenféle rossz dolgot, amelyet, mint energiát kell éljél. Nem a probléma a világgal van. A probléma csak velünk van. Az ember mindig azt hiszi, hogy a külső dolgok és a külső problémák azok csak kívül vannak. De az ember nagyon bután szétválasztja a külső életét a belső életét. Minden egyes cselekedet vagy dolog, amit látsz kívül, benned létrehoz egy választ, egy gondolatot, egy érzést, amivel te azt feldolgozod. És ezt te soha nem ellenőrzöd. Te azt elfogadod, igen, hát ő hülye. Kész. És miért ilyen, mert lehetne más, meg aztán folytathatod ezt órákig. És ezen keresztül tulajdonképpen a belső világod, a belső életed nem szép, nem tiszta, nem tudsz boldog lenni. Egy ember, aki mindig kritizál, nem lehet boldog. Abszolút nem tud boldog lenni. Egy ember, aki mindig harcol, sohasem tud boldog lenni. Egy harcban, egy háborúban nincsenek boldog emberek. Sem akik vesztenek, sem akik nyernek. Tehát mindegy, te melyik oldalon vagy. Ha te harcban néz a világgal, és harcban néz a külsőbe, a belsőd harcban van. Tehát nem lehetsz boldog. Mi nem veszük tudomásul azt a tényt, hogy a bennünk lévő energia az, amit mi fel kell dolgozzunk. Nem másnak a dolga a miénk, hanem a mi belső hangulatunk, a mi belső érzéseink, a gondolataink azok, amelyek tulajdonképpen minket irányítanak. És minden belső gondolat, minden belső érzés létrehoz egy cselekedetet rajtad keresztül. És az nem mindig jó, akkor hibázol. És hibáztál, mert belülről egy negatív energia táplált, amikor azt megtetted. És utána rágódsz rajta, mert nem tudsz felejteni. De ami elmúlt, azt nem lehet megváltoztatni. Tavalyi hóból nem tudsz hóembert építeni. Még csak egy hógolyót sem. De rágódsz, és rágódsz, és rágódsz rajta. Így tulajdonképpen saját magadot is elítéled. Nem csak a másikokat. Az ember
azért nem tud boldog lenni, mert az elvárásai túl nagyok. Túl sokat vársz el másoktól. Túl sokat vársz el magadtól. Egyszerűen a mércét túl magasra teszed, amit a világnak akar, mutatni akarsz, hogy te milyen vagy. Az ember, ha lemegy az őszintesség és az egyszerűség, meg az egyszerű őszintesség szintjére, akkor az élete egyből megkönnyebb. Rengeteg mindent ledobsz. Nem az szerint élsz, amit tőled elvár a világ, hanem az szerint élsz, aki te vagy. Mi pedig azt szeretnénk élni, amit tőlünk mások elvárnak, vagy amit mi magunktól elvárunk. És akkor megjátszunk valamit. És akkor azt játsszuk, és játsszuk, és játsszuk, de annak nincs alapja. És akkor úgy járunk, mint a farkas, a ló van a mesébe. A farkas mese az úgy van, hogy rohan a ló az erdőbe, kiugrik egy hatalmas nagy farkas, azt mondja, stopp, én most megeszlek. Olyan éhes vagyok. Ugye a ló, engem nem ehetsz meg. Nekem egy fontos üzenet van a patámra írva, megyek az állatoknak a gyűlésére, és azt az üzenetet át kell adjam, azért rohanok úgy. És ez minden állatnak az érdeke, a tiéd is, meg minden. Ne, egytes mesével én megeszlek. De nem ehetsz meg, legalább olvasd el az üzenetet. Olvasom. Addig gondolkodik, és szerepül a farkas, hogy végül oda megy elolvasni a patán az üzenetet, amikor az történik, ami kellett történjen, a ló rugott egyet. Pubjával a feje tetején elájul a farkas, aztán felébred egy fél óra múlva. Én a hülye. Hát még kellett megjátszom, hogy tudok olvasni. És az életben ezt mi sokszor megjátszuk, hogy mi valamit tudunk, mi valamit megmutatunk, és ugye szégyeljük megmondani, hogy mi azt nem tudjuk, vagy nem a mi dolgunk, vagy akármi, és akkor az ember így jár, mint a ló a farkasa. És ezért a szereplési életmód az nem visz minket előre. Minket előre csak az alap tulajdonságok visznek. Na most, hogyha ezt a külső és a belső életünket nézzük, akkor tulajdonképpen van itt egy probléma. Mi a probléma? Mi minden erőnkkel igyekszünk a külső életünket ellenőrizni. Hogy beosszam ezt, létrejöjjön az, megtörténjen az, és emez, és amaz. De sohasem ellenőrizzük magunkat. Mi sohasem ellenőrizzük, hogy én még gondolok rosszat. Miért haragszom a másikra? Miért vagyok féltékeny? Miért vagyok irigy? Miért van bennem ez az érzés és ez a gondolat a másikkal szemben? Azzal soha nem foglalkozunk. Ezért tulajdonképpen szép lassan belekerülünk egy kaotikus életmódba. Egy olyan életmódba, ahol nincs kilátás arra, hogy boldog légy. Minden embernek van egy célja ezen a földön. Az, hogy boldog legyen. És tulajdonképpen azért születtél erre a földre, hogy boldog legyen. Csak egy boldog ember tud békés lenni, csak egy boldog ember tud fejlődni lelkileg, spirituálisan, és tulajdonképpen mi értelme az életnek, ha nem vagy boldog benne. És itt a probléma. Mi nem tudunk boldogok lenni csak önmegfigyeléssel, csak egy önelfogadással, és egy önfegyelemmel. Ha mi nem kezdjük fegyelmezni magunkat, senki sem fog minket fegyelmezni. Isten adott nekünk egy szabad akaratot. Ő eltűri, hogy egészen 80 éves korodig minden nap diszkóba járjál, és konyakot igyál. Ha a májat kibírja, Isten kibírja. A lelked is kibírja. Ott ül türelmesen benne az a kisgyerek, és várja, hogy majd eljön az ő ideje is. Néha persze megunja, és egyet rúg rajtad, olyankor az ember megfordul, és huppá, mi történt? Alapon elkezd magába keresni, hogy mi az oka annak, hogy ő beteg, vagy szerencsétlen, vagy balesete van, vagy akármi van. De ameddig nincsen egy tragikus helyzet, az ember nyugodtan tehet, amit akar.
És ez a szabad akarat abból következik, és abból jön, hogy tulajdonképpen Isten nem ver. Se bottal, se bot nélkül. Isten nem tudja, mi az, hogy büntetni. Az mese. Az csak egy kitalált mese. Isten csak egyet tud, kegyelmet és szeretetet. És amikor te megcsináltad a hülyeséget, akkor ő még több kegyelmet kell adjon, hogy túléljed a dolgot. Több szeretetet, és ő ezzel nevel. És ezért tart ilyen sokáig a fejlődés. Ha az ember nem áll oda, és nem kezdi a saját életét és saját önmagát fegyelmezni, nem fog téged senki fegyelmezni. Persze a házastársa mindig fegyelmezi a másikot, mert szeretné megváltoztatni és jobbá tenni. Vagy a család valamelyik tagját. Mi mindig ott rontjuk el, hogy másokat akarunk megváltoztatni. De az nem működik. Aki benne van a házasságban legalább 10 éve, az már rá kellett rég jöjjön, hogy nem lehet egy embert megváltoztatni. És ha bele hal se tudod megváltoztatni, és ha nem fogadod el úgy, ahogy van, akkor inkább állj el. Mert nem fog sikerre járni. És mi mindig csak azt akarjuk, hogy a világ azáltal legyen jobb, hogy mi megmondjuk, hogy mit kell tenni. Én emlékszem, mielőtt kezdtem meditálni, ezelőtt ugye egy 28-30 éve, én voltam a világ legjobb embere. A világban csak azért nem tört ki a béke, a világ béke, mert nem mindenki azt csinálta, amit én gondoltam, vagy mondtam. De ha azt csinálták volna, úgy lett volna tökéletes világ. És ez minden ember így érzi. És ezzel a butasággal élünk. De mi nem tudjuk megváltoztatni a világot. Mi csak magunkat tudjuk megváltoztatni. Én 1979-ben mentem el Romániából, Ausztriából. És akkor egyszerű volt még a világ, nem volt olyan komplikált, mint máma. Akkor nagyon egyszerű volt. Tudtuk, hogy Hegyeshalomnál van a határ, attól nyugatra van a mennyország, keletre van a pokol. És akkor tiszta volt. Hát tudtál menni ezen a határon, nem lőttek le, akkor a mennyországba jutottál. Na, így mentem én is át, ezzel a naív világképemmel, és boldog voltam, és kerestem a kerítésen a kolbászt, meg az egyemeket, és mindenkinek mindent elhittem, mert megszabadultam a hazugságtól. És most már csak jó emberek közt vagyok. Pár év után rájöttem, hogy milliókkal tartozom, mert mindenhol becsaptak. És hazudtak, és túljártak az eszemen, és nem voltam mit tennem, egyszerűen ledöbbentem. És akkor azt mondtam, állj meg, én a hazámban nem tudtam boldog lenni, mert elítéltem a hazugságot. Itt se tudok az lenni, úgy látszik, hogy én egy torszülött vagyok, nem erre a világra való vagyok. De van 2 gyermekem, van egy családom, valahogy meg kell élni, úgyhogy nincs amit csinálni. Én is olyan kell legyek, hogy ne hagyjam magam. Úgyhogy akkor fogtam magam, és többet nem tudtak soha becsapni, mert megváltoztam, és elkezdtem mindenkit becsapni, mielőtt neki eszébe jutott volna, hogy engem becsapjon. Így tulajdonképpen, amiért elmenekültem Romániából, hogy ne hazudjak, önként felvállaltam, és önként lettem egy csaló. Úgyhogy viszont akkor jött a probléma belülről. Van egy az emberbe egy beépített program, amit mi emberek lelkiismeretnek nevezünk, és az engem kinyírt, tönkretett. A lelkem tett tönkre, és depressziós lettem, és tönkre voltam ember, és nem voltam mi az, hogy boldog. Tudtam, hogy a boldogság az csak egy álom, az egy utópia, olyan a Földön nem létezik. Itt más életről van szó, és ez nagyon sok felnőtt így hiszi, és így is éli. És akkor én egy ilyen állapotba kerültem oda, amikor kerestem belső erőt, azért, hogy jobban tudjak hipnotizálni. És akkor találkoztam a Meditáció című könyvével a mesteremnek. Ez a könyv az, és ez is csak úgy került, hogy mentem a belső erő után, de nem kaptam semmit. Mindenhol csak Istenről volt szó, szóval mondom, nekem semmi közöm Istenhez.
Nekem a pénz az Istenem, nem más. És ebbe is valamilyen bele, hogy nézegettem a könyvben, mi is lehet a meditáció, valamilyen volt, hogy Isten nyelve, vagy ilyesmi, nem mondom, ez sem nekem való. És tettem vissza a polcra, amikor megláttam a szerzőnek a fényképét. És ezek a szemek, amik itt vannak, ezt mondták nekem, hogy pó, ennek az embernek, aki ezt a könyvet írta, nincs problémája, és nem keresi a belső erőt. Ennek megvan az, ami neked kell. És akkor azt mondtam, én megveszem a könyvet, azt se bánom, ha Isten nyelv a meditáció, és akkor 104 shillinget fizettem a könyvért, és az volt életem egyetlen egy helyes befektetése. A többiben mindig vesztettem. Én sohasem nyertem. De ezzel az egyen nekem megváltozott az életem. És így kezdtem el egy olyan életet, ez a könyv nekem azt mondta, te ne légy olyan, mint más. Te légy olyan, amilyen te vagy. Te légy hű önmagadhoz. És te nem élhetsz úgy, ahogy az emberek élnek. Te nem mehetsz, és a csorda szerint éljél. Einstein azt mondta, ha a csordának egy tökéletes tagja akarsz lenni, először birkává kell válnod. Hát én nem akarok birka lenni. Úgyhogy én kiszálltam ebből a játékból, és azt mondta, engem nem érdekel, ha belehalok, ha agyoncsalnak, lopnak sem, ha tönkretesznek sem, én kiszállok. És én kiszálltam egyik napról a másikra. És nem tettek tönkre, nem tiportak szét, hanem megindult fölfelé újra az életem. Egész másként. És akkor elkezdtem meditálni, elkezdtem egy fegyelmezett életet élni, egy tudatos lelki életet. És megtanultam a meditációs technikával, hogy én itt tudok élni. És én nekem nem kell gondolkodni. Én egy nap nem gondolkodom, egy tizedét sem annak, mint amit annak idején gondoltam, mi az, hogy tizedét, századát. Akkor mindent tudtam. Minden paciensemről. Nem csak a neveiket és a születésnapjaikat, hanem azt is, hogy melyik fogából hány shillinget lehet kifúrni. És azon én gondolkodtam egész nap. Estére hulla voltam, hétvégére ki voltam nyírodva, máma 65 vagyok. Nem máma, az idén. 65 évesen én teljes állásban dolgozom, ugyanazt, mint ezelőtt, de soha nem vagyok fáradt. Én, ha este végeztem a munkával, én nem tudom, hogy kezdem, vagy befejezem a munkát. Nekem semmit se számít ez. És ugyanúgy a fizikai tevékenység sem. Én, amikor nekifogtam a meditációnak, voltam 38 éves, 85 kilós, köszvényes beteg, csipőzületi problémák, és mindenféle dolog, amit el tudsz képzelni, magas vérnyomás, és stb. És stb. Máma ezekből semmi sincs. Semmi sincs, és ma is futok, maratonokat, meg minden. Amellett, hogy dolgozom. Tehát az egész dolog azon múlik, hogy mi van benned, és ami benned van, azt fogod élni kívül, és azt éled. A spiritualitás nem egy hókusz-pókusz. A spiritualitás nem is egy vallás. Mindegy, milyen vallás vagy, mindegy, hova tartozol, mindegy, milyen nemzetiségi vagy, mindegy, milyen fajú vagy. Benned egy lélek van. És ez a lélek tulajdonképpen az, amit mi megpróbálunk megközelíteni. A lélek az, amit mi látni akarunk. Az ember elsősorban egy spirituális lény, nem egy állat. És nem is csak egy értelmi lény, hanem annál több. Máma már az agykutatásból is tudjuk, ha ráteszik a műszereket, mutatnak képeket, másodpercek alatt változik meg a véred összetétele, a hormonok, a vörösvérsejtek csoportosulása, és mindenféle csak lelki vagy pszichés befolyás alatt. Mi egy energia duc vagyunk. Energia, nem anyag.
És ez az energia valami, ez, amit nekünk rendbe kell tenni. Hogyha az ember nekifog, és tud egy olyan életmódot élni, egy olyan életet élni, hogy az energiája pozitív, hogy belőled nem negatív megy ki, hanem pozitív, akkor megváltozik az életed. Mert ami belőled kimegy, az jön beléd. És ez érdekes módon tökéletesen működik. Én erről írtam egy könyvet is, a Sors Navigátor címmel, az is itt van az asztalon. Ebben van egy 7-hetes gyakorlat. Ez a 7-hetes gyakorlat arról szól, hogy minden napra van egy gyakorlat. Megtanulom, hogy milyen energiát adjak ki magamból. Megtanulom, mit fogadjak magamba. Megtanulom, hogy a bumerángokat, amelyek élesek, vágnak, szúrnak, ne dobáljam szanaszét. Mert a bumeráng az bumeráng, és az mindig visszatalál hozzád. Azt nem tudod megúszni. És hogyha az ember neki fog ennek, akkor megváltozik az élete. Nagyon sok ember mondja nekem, hogy mióta a 7-hetes csinálom, az emberek olyan kedvesek velem, olyan jók velem, és csak dicséri az embereket. Hát mondom, amíg az emberek nem csinálják a 7-hetest, csak te csinálod a 7-hetest, akkor valami változás nem az emberekben van, csak benned van. És ha az ember megváltozik, akkor azt hiszi, hogy más is változott. De nem változnak az emberek attól, mert te kezd el meditálni, vagy te egy fegyelmezett, spirituális életmódot kezd el élni, azért csak te változol. Viszont az ő reakció egy irányodba változik meg. Ha te nem teszed ki a lábadot, és az akaratodot elfelejted, ha az ember elfelejti az igazság harcát, akkor az élete békés lesz. Akkor az élete boldog lesz, és nyugodt lesz. Ha pedig tovább harcolsz, és azt nézed, hogy kinek van igaza, akkor megette a fenn az életedet. Az igazság és a boldogság olyan ritkán jár együtt. Van, létezik, de meg kell keresni. Általában felejtsd el az igazságot. Úgyis egy hét múlva nem tudod, hogy kinek volt igaza. Egy hét után azt se tudod, miről volt szó. De akkor belemész, és te mindenképpen nekem van igazam, mert én ezt így mondom, meg úgy mondom, és amúgy mondom. És állandóan harcba élsz. Harcba élsz magaddal, harcba élsz a társaiddal, harcba élsz mindenkivel. Ha pedig azt mondod, legyen az igazság az övé, legyen a béke az enyém, ehhez csak egyet kell megtanulni. Elmész a fogorvoshoz, bevarratod a szád, mondjuk hagysz egy szalmaszálat, hogy tudjál inni. De ha nem szájalsz, nem jár a szám, nem fáj fejem, vagy hogy van a mondás, de az tény, hogy az ember túl sokat beszél, mint én most itt. Ha én egy igaz, spirituális mester volnék, nem kéne beszéljek, csak kiállnék, és mindenki lelkének megmondanám, amit üzenni akarok, és azzal kész volna. De mi emberek vagyunk. Mi egymást szavakkal meg kell értsük, inspiráljuk. Az én feladatom az, hogy tartsak egy előadást, aztán azon kívül semmi. Nekem nincs elvárásom, hogy ki boldog vele, vagy ki nem boldog. Kit érdekel, vagy kit nem érdekel. Kit inspirál, vagy nem inspirál. Ez mindenki a saját maga dolgát meg kell oldja, és meg kell tanulja. Én leszoktam arról, hogy tanácsokat adjak kéretlenül. Mert nem lehet. Nem tudsz senkit egy receptre rávinni, nem tudsz senkit valamire megtanítani, mert ha ő magának, nem magának kaparja ki a gesztenyét a tűzből, akkor neki az nem érték, és nem is fogja élvezni. Ezért mindenki maga kell elinduljon ahhoz, hogy megváltozzon, ahhoz, hogy egy boldogabb életet éljen, ahhoz, hogy egy tökéletesebb életet éljen. Tulajdonképpen a lelki élet, a tudatos lelki élet, vagy a spiritualitás nem más, mint egy isteni életmód.
Az isteni életmódnak pedig van egy alapszabálya. Te úgy kell éljél, amit mástól elvársz. Semmi egyéb, és semmi más. Ha te elképzeled, hogy kellene legyen egy olyan világunk végre ezen a földön, ahol nincs szenvedés, ahol az emberek nem sírnak, ahol egymást nem ölik, ahol egymást nem bántják, és elképzeled, hogy egy ilyen világ kell legyen, és kellene legyen, akkor neked egyetlen egy feladatod van. Olyanná válni, amilyen egy olyan ember kell legyen. Te magad. Más hozzájárulásod, más lehetőséged nincs, hogy a világot jobbá tedd. Én most 30 év után garantálhatom, hogy egy gazemberrel kevesebb van a Földön, mint ezelőtt 30 éve volt. És ezért én a kezemet tűzbe merem tenni, mert ezt tudom, hogy így van. De az rajtam keresztül történt meg, bennem történt meg, és senki mással nem. Én embereket nem tudok megváltoztatni. És egyikünk sem tud embereket megváltoztatni. Aki engem megváltoztatott, annak a feladata mást is megváltoztatni, mikor úgy találja, hogy annak ott az ideje. És azt, hogy az ott-e az időd, vagy nem, azt te kell magadnak. Megtaláld, és rájöjj, hogy mikor van ott az időd, és elindulj befele. Ha elindulsz befele, a legcsodálatosabb, legértékesebb életet élheted, amit ember tud élni. Egy belső kalandot. Mindig valami új van benned. Minden nap egy újdonság él benned. Gyermekkorunktól tudjuk, hogy amikor valami új van, sőt, még felnőtten is, akár a vállalatnál, vagy az életedben, privát, vagy bárhol, ha van egy újdonság, azzal az újdonsággal az ember boldog. Hű, valami új van, és akkor kapsz egy lelkesedést. Ha elindulsz magadba, akkor minden nap van egy új. Minden nap egy új emberrel találkozol, aki te vagy. És ez az új ember neked ad egy új lelkesedést. A lelkesedés egy energia. A lelkesedés az, ami az emberbe erőt ad. Lelkesedés nélkül képtelen vagy valamit megtenni. Ha az ember épp észre születne, és felnőtt értelemmel, mikor megszületik, akkor soha nem tanulna megjárni. Mert a gyerek, amikor elkezd járni, akkor naponta 10-20-szor beveri magát. Oda csapja, nagyot koccan a kobakja, és bőg. És az anyja felveszi vigasztalni, és már rugódik, hogy engedjék, hogy ő menjen tovább járkálni. Te az újévi fogadalmaknál, amikor leestél először, másodszor vagy harmadszor, azt mondod, ez nekem nem nekem való. Az értelem pillanatok alatt megtanít téged, hogy mit ne tegyél. Az értelem az, amely kiszabja neked a határt, hogy mi ne menjél túl. Te magadnak megszabod, hogy milyen keretekbe élhetsz. És azt mondod, én szeretnék olyan lenni, vagy valami, de nem tudsz olyan lenni, mert meggyőz róla, hogy nem, ez nem neked való. Mert látod, neked nem működik. Már egy hetet csinálod, hát mit akarsz? És akkor abba hagyja az ember. A gyerek nem hagyja abba egy hét után. A gyerek egy fél évig tanul járni, ameddig aztán fog járni. Még akkor is néha megbotlik. De neki megvan a kitartása, a lelkesedése, megvan az erő hozzá. Mi pedig nem tesszük ezt. Mi nem akarjuk. Itt van egy könyv, a boldogság égkövei, valahol itt. Ez a könyv a tudatos lelki életnek a kézikönyve. Ez, amit itt meséltem a lelkesedésről, ez ebben a könyvben mind benne van, de nem csak ez van benne. Rengeteg dolog van benne. Mi nap, mint nap hibákat követünk el, olyan elemi hibákat az életünkbe, hogy nem is gondoljuk, hogy abból lesz nekünk a bajunk.
Gondolj csak el, találkozol 10 emberrel, a 10-ből 9 panaszkodik. Valószínű köztük te is. Az ember mindig panaszkodik, és mindig azt nézi, hogy mire lehet panaszkodni. Ez nem helyes. Az ember mindig azonosul azzal, és megtanulja azt, amit gyakorol. Az ember a semmiből születik, a semmivel születik, és mindent megtanul, amit neki tanítanak. Most te önkéntesen tanulod a panaszkodást. Ki panaszkodik? A koldus. Koldus akarsz lenni? Nem. Koldus vagy? Nem. Sőt, te nem is akarsz koldus lenni. Te valami egész más akarsz lenni. Akkor te nem szabadna panaszkodni. Az az energia, amivel te a panaszkodást, és magadat táplálod, az téged így lenyom, és lehúz, és egyre alacsonyabban vagy, és ezzel az energiával koldussá válsz, és nincs kiútad. Az energiánkat ki kell cserélni. És itt van a példa benne, hogy mivel? Például a hálával. Azt mondja, hogy a hála az egyetlen egy olyan tulajdonság, amely minden problémádat és mindenki problémáját meg tudja oldani. A hála alatt nem azt értem, hogy köszönöm szépen, én hálás vagyok neked, az egy más dolog. A hála egy energia, amivel mágnesként lehet valamit lehúzni. Isten a kegyelmével él. És az isteni kegyelem, ha valakire rászállt, az aztán csinálhat hülyeséget, amennyit akar, az minden sikerül neki. És vannak ilyen emberek, hogy mi kapta meg, honnan kapta meg, azt az isteni erőt, kegyelmet, azt nem tudjuk. Mivel érdemelte ki, azt sem láthatod. Mi az egyszeri élet tükrében nagyon kevés dolgot tudunk. Mi csak csodáljuk, hogy lehet. Hát Isten ezt megengedi, hogy a rossznak ilyen ereje legyen? Miért engedi meg? Az isteni kegyelem, ha egyszer jön, akkor van. A hála egy olyan energia, amely a mágnes. A mágnes, ami magához vonzza az isteni kegyelmet. Ha valaki hálás, akkor annak a dolgai sikerülnek. De nem csak az, ha elkezded kicserélni a hálát, a panaszkodást a hálával, minden nap fölírod magadnak, miért vagyok ma hálás. Mert süt a nap, mert tudok lélegzeni, mert megvan a két lábam, akkor is, ha fáj, de van. Mert ez, meg amaz. Mi az elemi dolgokért, hogy az élet, amit nekünk ad, mi nem is gondoljuk, hogy azért hálás lehetne lenni. Hogy az egy más állapothoz hoz bennünk létre. És én mondom neked, ha ezt elkezded gyakorolni, ezeket a dolgokat, nem kellnek hetek hozzá, nem kellnek még csak napok sem hozzá, órák alatt megváltozik a belső kedély állapotod. Órák alatt boldog tudsz lenni, napok alatt pedig úszol fönt, és repülsz. Mert ezek olyan energiák, amelyek itt le vannak írva, amelyekkel az ember teljesen más tudattal él. A lélek erejével tud élni. És a léleknek az ereje a béke. És a lélek békéje erőként jelenik meg az ember. És aki ezt elkezdi a lelki életet tudatosan élni és gyakorolni, annak az akarat ereje hihetetlen mértékben nő meg. Hihetetlen mértékben. Az akarat erő a lelkesedés nélkül, ha azt minden nap nem gyakorlod, ha azt minden nap nem ismétled, nem tudsz tovább jutni. Az ember egyetlen egy dologgal tud csak boldog lenni. Akkor, ha többet teljesít, mint tegnap tette. Akkor, ha egy magasabb eredményt tudsz elérni, mint amit eddig elértél. Akkor, ha az ember saját magát túlszárnyalja. Tehát az öntúlszárnyalás az az állapot, amely az embert beteljesíti. Semmi egyéb nem tudja beteljesíteni. Ha nem tudsz egy szintről elmozdulni, és egy szintbe csak élsz, és ismétled magad, és vegetálsz,
az egy állati életmód. Az ember mindig többet tesz. És nézd meg, hogy az ember micsoda egy csodás lény, egy hihetetlen lény. Ezelőtt 65 évvel, amikor én születtem, az ember a siléccel tudott ugrani 20 métert. Máma ugyanezt megteszi 250 méterre. Az ember annak idején futott 100 méteren 15 másodpercet, máma a gyerekek futnak annyit. Az ember úszásban, amit akkor az olimpiai bajnok úszott, máma az úszóiskolában a kisgyerekek ússzák. És ezek a csúcsok mind mennek följebb és följebb és följebb. Én nem is beszélek az értelemről és az értelem fejlődéséről. Ez mind csak a fizikai test. És 65 év alatt a fizikai testünk nem változott meg. Ugyanolyan emberek születnek, mint ezelőtt 65 évvel. És mégis az egész emberiségnek a teljesítménye így megy fölfele. És nézd meg, hogy ezelőtt 65 évvel a versenyló, amit futott 100 méteren, ma is azt fussa. A gepárd fut 110 métert, a leggyorsabb állat a Földön. Ezelőtt 100 évvel is annyit futott, és máma is annyit fut. És az ember nem ezt teszi. Honnan van ez az embernek? Ha ugyanazok az izmok vannak, ha ugyanaz a biológia van, akkor honnan van? Onnan, hogy mi egy lelki lény vagyunk, egy spirituális lény. A spirituális lényben pedig benne van a lélek, a végtelen, az erő, a hatalom, ami túlszárnyalja mindig önmagát följebb és följebb és tovább. Máma, ha egy ember elkezd edzeni, mindegy, hogy hány éves, ha elkezdesz edzeni, szinte lehetetlen, szinte lehetetlen, hogy ne tudjon egy ember maratont futni. 65 évvel ezelőtt felejtsd el. Az emberiség ezt nem tudta megtenni. Máma, a közös tudatunkban, az emberiség tudatában más erők vannak. Följebb mentünk, és mind följebb megyünk. És ez a célja az életnek, a fejlődés. Állandó fejlődés nélkül semmit sem ér az élet. És hogyha nem állsz oda, ezt tulajdonképpen tudatosan tenni, akkor meg kell tedd szenvedés árán. És nézd meg az életedet. Ha visszatekintesz az életedre, és volt az életedben probléma, és azt mondod, akkor estem egy akkorát, hogy mindenem tönkre voltam menve meg minden, és máma idő után rájössz, hogy azzal tanultál a legtöbbet. Azzal fejlődtél te annak idején. És ez kényszerít téged a fejlődésre. Itt nincs kiút. Egy embernek fejlődni kell. Ha tudatosan teszed, akkor gyorsabban fejlődsz. Ha tudatosan teszed, örömmel fejlődsz. Ha tudatosan teszed, minden pozitív lesz az életedben. Ha nem akarod tudatosan tenni, rúgnak, és menned kell, és nincs mese. És ezért van ez az egész dolog, amiben mi így élünk. Én 27 éve kezdtem ezt, nekem fogalmam nem volt, hogy én mibe fogok bele. Én akkor eldöntöttem, hogy egy évet fogok meditálni ezzel a spirituális mesterrel, mert azt mondtam, egy évet kibírok akárki mellett, ha 30 évet Ceausescu alatt kibírtam. És így kezdődött el az én spirituális életem. És akkor azt hittem, húj, szuper, és a meditáció milyen szép, milyen jó, és az nagyon jó ment nekem, meg minden dolog, és akkor pár hónap után elmentem találkozni azokkal az emberekkel, akik Sri Chinmoy mesteremnek a tanítványai voltak. És amikor velük találkoztam, azt mondták, hé, hát mondtam, én is tanítvány vagyok, azért jöttem ide, azt mondják, hát azt nem hiszik. Hát mondom, hiszitek, nem hiszitek, én az vagyok. Nekem az önhitem meg a bizalmammal sohasem volt probléma, inkább a túlsó oldalra mentem. Azt mondták, hát nem tudom, mi Sri Chinmoy tanítványok mind futunk. A futás az hozzátartozik a spirituális kiképzéshez a mi iskolánkba. Mondom, hú-hú, itt baj van. Mondom, megint bepalisztak. Életemben annyiszor becsaptak, most megint ez a mester is becsapott, annyi szépet ír ebbe a meditáció könyvbe, de szóval nem jön a futás.
futás az egy utálatos dolog, mondom. Az ember leizzad, büdös lesz, meg mindenféle, meg fájnak a lábai. Nekem azon kívül ugye lúgtalpaim is vannak, meg minden. Jaj, ez szörnyű volt. Na de kiszámoltam, hogy nem probléma, már csak 9 hónapot kell fussak, mert az egy év aztán, ha letelt, annyit ígértem meg, akkor úgyis kiszállok ebből a menetből. 9 hónap még ma is tart egyébként, nem tudtam kiszállni belőle, de másnap ígéret, ígéret. Másnap ott voltam a sportüzletben, vásároltam magamnak szuper cipőköt, jó magasat, hogy tartsa a bokámot, ugye, hogy a lúgtalpamon segítsen, és elkezdtem kocogni. 85 kilommal ilyen pocakon volt, este mindig az ágyban lefeküdtem, éreztem, még valaki van mellettem. Egy szörnyű dolog. Futottam egyik fától a másikig, 40 méterre volt a két fa, amikor elértem a másikat, azt megöleltem, aztán ott léhegtem, meg szittam mindenkit, a mestert, Jézust, a vallást, mindent, hogy én még kellett belekerüljek egy ilyen dologba. Elhatároztam, hogy feledzem magam, hogy tudjak futni 10 kilométert, mert azzal szalonképes leszek, de aztán tovább semmit. Úgyhogy mikor elértem, és nagyon hamar elértem a 10 kilométert, akkor leálltam, volt a házig még 2-300 méter, azt már csak szép lassan mondom, ne túlozzuk el, mert nem akarok én két árva gyermeket itt hagyni a földön, az ember nem patkolhat el egy könnyen. És ez így ment, aztán mindaddig, amíg egyszer többet kellett futni, mert nem jött meg a társam egy váltófutáson, és akkor mind néztem a pózusom, hogy vajon ezt én most túlélem, vagy nem élem túl. 40 éves koromra annyira jutottam, hogy elmentem születésnapi partimot egyedül megünnepelni a parkba, és futottam 40 kilométert. Mikor azzal kész voltam, teljesen kész voltam. Én már másnap a lépcsőn nem tudtam csak háttal lemenni, mert ha behajlott a lábam, akkor a földön maradtam. Valamit lejtettem, mondom, több is veszett Mohácsnál, és így mentem, de egy érdekes dolog jelent meg akkor bennem. És akkor volt tulajdonképpen az, amikor rájöttem, hogy itt mire megy a játék. Mert ahogy most legtöbb ember fejében az lehetetlen, hogy kimenjen és fusson egy maratont, az az én fejemben is az volt. És akkor rájöttem, hogy a lehetetlen nem más, mint a meg nem valósított lehetőségek összessége. 40 métert akárki tud futni, aztán 80-at, aztán 100-at, aztán 200-at, aztán 1 kilométert. És ez mind így megy fölfele. És tulajdonképpen egy ilyen vastag kötelet, te nem tudsz elszakítani, de ha a szálakot szeded, és mindeniget szétszakítod, egyszer a kötélnek vége van. És én akkor megéreztem, hogy én túlmentem egy korláton. És tulajdonképpen minden korlát a fejünkbe, amit mi magunknak felépítettünk, vagy mások bennünk, nemzetiségi, vallási, bármiféle szakmai tudat, meg minden korlát, amit mi elképzelsz magadra, hogy te ennyire vagy képes, és te ezt kell éljed, és az nem nekem való, abból én nem megyek ki, mert ez én vagyok, és akkor ilyen vagyok, és ez mind buta korlátok, amik tulajdonképpen csak azért vannak, hogy túlmenjél rajtuk, hogy több legyél. És akkor jöttem én rá, hogy itt az egész arra megy ki, hogy mekkorára terjedsz, mekkorára tudsz nőni. Aztán egyébként a futócipőmről kiderült, szinte egy évet futottam vele, mikor egy barátom megmondta, hogy hát te azért vehetnél egy futócipőt, ha mondom nekem, hogy jaj, de azt hegymászásra használják, amit ilyen. Úgyhogy aztán futottam nagyon sok maratont, meg 100 kilométeres futást, meg ilyen dolgokat, és ma is futok. Ezelőtt 2 héttel futottam 50 kilométert, jövő vasárnap futok egy maratont Marosvásárhelyen, és ez ugyanúgy folyik és működik ma is, mint régen. Ez teljesen attól függ, hogy reggel mit érzel magadba. Én míg a reggel nem tudok fölkelni, mert fáradt a testem, mert sokat futok például, vagy valami van, akkor mindig csak elgondolom. Ember, annyi szenvedés van a Földön.
És ha te nem kelsz föl, azoknak nem lesz vége. Valaki fel kell kelje. Állj föl, meditál. És akkor ugrom ki az ágyból. Ez az egy, amiért föl kell. Az az egy, ami engem mindig hajt, hogyha én magamot megváltoztatom, változik a világ. Én ma hallottam itt egyik úrtól, azt mondja, rájöttem, ha magamot meggyógyítom, gyógyítom a világot. És milyen tökéletesen igaz. Ha magadot meggyógyítod, az a gyógyítás nem a tiéd, az az emberiségé. Ahogy az a sok sportoló felfutott a 15 másodpercről a 8 másodpercre a 100 méteren, ahogy a síugrók legyőzték mindig újabb és újabb csúcsokat, ahogy te magadba legyőzöl valamit, az nem egyedül a tiéd. Aki következő jön utánad, annak az már magától érthetődő lesz. Mi egy közösségi tudatban élünk, mi nem egy szétválasztott egyének vagyunk. Most elmesélek valami érdekeset. Egy szigeten, a csendes óceánban majmok élnek, több szigeten is, és a gyümölcsöt a fáról lehull a gyümölcs, bele megy a homokba, és felveszik, és homokkal együtt rágják. És cikorog a fogok között. És ezelőtt, mint egy 20 évvel, 15-20 évvel történt, hogy egyik majom összeszedte a gyümölcsét, elment a vízhez, ott megbotlott, és beleestek a gyümölcsei a vízbe. Vízből kiszedte, és nem recsegett a gyümölcs a homoktól. És ebből jött egy szikra az agyába, elment, hozta a gyümölcsöt, megmosta, és elkezdte enni. Másnap az egész csorda esztette, de az semmi. Ami most jön érdekes, hogy a másik szigeten a majmok rá egy hétre elkezdték mosni a gyümölcsöket. És még egy érdekes dolog van. Ez nem csak az élő lényeknél van így, hanem a szerves anyagoknál már ez működik. Egy vegyi folyamat, amikor először kísérletezik ki, eltart órákig, hogy az létrejöjjön. Amikor 30-40 évet csinálják, percek alatt megtörténik. Az anyag mindig tanul, a tudat mindig fejlődik, és te bármit teszel, és bármelyikünk tesz valamit, és átmegy valamin, a következőnek könnyebb. A következő azt már magától érthetődőnek veszi, és egyszerűen működik. Ezt te nem kell tudjad. Akkor is működik, mert van egy közös valami. A közös valami az egy lélek. Mi mindjárt egy helyről jöttünk. Honnan jöttünk? Ezelőtt millió évekkel mi a Földön kellett legyünk. Potenciálisan valamibe, abba a fénybe, ami itt volt. És abból a fényből mi itt vagyunk egyének. Külön mindenik egy egyén. De mi abból az egyből jöttünk, aki magát szétdarabolta a teremtés során. És az a valaki, aki magát szétdarabolta a teremtés során, az mindenikünkben benne van. És azok a tudatcseppek, amit mi alkotunk, annak van egy közös forrása és egy nagy egysége, és az összetart most is minket. És ezen keresztül. Ezt a legjobban akkor látod, mikor elkezdél meditálni, és a meditációban már haladtál valamit, és itt tudsz élni, és nem itt élsz, hogy nézzed, hogy ő nő, én férfi, ő öregebb, mint én, ő fiatalabb, mint én, ő ilyen, meg olyan, és hasonlítod, és választod szét magad, hanem itt élsz, és belenézel a másik szemébe, és azt mondod, hoppá, hát én ott vagyok. Az én olyan vagyok, mint ő. Meditálok, este hazamegyek, meditálok, és az egész közönség, aki engem hallgatott az előadáson, mind bennem van, én mindenik vagyok. Nem én vagyok egyedül. És ez így van. Az a teremtő erő, amely szét darabolta magát és beesett ebbe a tudatlanságba, ezért mondja Sri Aurobindo, nagy avatár, spirituális mester. Isten a kőzetben alszik, Isten a virágban álmodik, Isten az állatban fölébred, és Isten az emberben tudja, hogy ébren van. És a tudat az, ami nekünk adatott, az értelmünk által.
És ugyanakkor az értelmünk által adatott egy nagy korlát is, amely minket nem enged ahhoz a tudathoz. És nekünk át kell azon törni. És hogyha mi azon az ellen álláson nem tudunk túlmenni, akkor nem tudunk kiterjedni. De ahány ember valahol átment, valamibe átment, a többinek az jobban sikerül. És ez legyen gyógyulás, ez legyen fejlődés, ez legyen fizikai teljesítmény, vagy lelki kérdés. Minden dologban, amit te megteszel, nem csak a tied, az az emberiségé. És ezért nem privát ügy se rossznak lenni, se jónak lenni. És rossznak lenni abszolút nem privát ügy, mert azzal nem magadot húzod, hanem mindenkit lehúzol tudatilag. Jónak lenni szintén nem privát ügy. Azt meg kell tedd, mert kötelességed megtenni, mert ha te jobbá akarod tenni a világot, jó kell legyél. Nézd meg! Ha körbenézed az ismerőseidnél, mindenhol több a jó ember, mint a rossz ember. És az egész világ így van. Hidd el nekem. És a rosszak közt is van sok olyan, amilyen én voltam rossz, aki kiútként választja azt, hogy rossz legyen. De valóságban ő nem egy rossz. És ha most nézed, hogy a világban az egész emberiség többsége jó, mint rossz, és nézd meg, hogy hogy él a világ, és ki uralja a világot, nem a jó, és nem jól él a világ, és nem a jó uralja a világot. Miért? 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 Miért van az, hogy mi jó emberek eladjuk magunkat, és hagyjuk, hogy a rossz uralja? Miért? Mennyit háborúztunk, mennyit forradalmat átéltünk, mennyi embert megöltünk, magunkat meg másokat, azért, hogy legyen egy jobb világ, és nem tudtuk megtenni, és ma sem tudjuk megtenni. Miért? Mert mindig, de mindig a rossznak az eszközét használtuk. Mi a rossznak a fegyverét a kezünkbe vettük, és azzal harcoltunk. A rossz akarattal téged meg akar változtatni, és mi ugyanezt tesszük a rosszal. Mi a rosszat akarattal jóvá akarjuk tenni. De abban a pillanatban, amikor te az ő fegyverét veszed, neki az energiájával élsz, neki segítesz, neki dolgozol. Nem lehet a világot megváltoztatni azzal, hogy szájasz. Itt van, olvasd el ebben a könyvben, a béke fejezetben, ahol azt írja, ha mindig ugyanazon a szinten szólsz vissza a másiknak, ahol ő jön, akkor a vitának soha vége nem lesz. Ha erőszakkal befogod a szájadot, akkor téged kihasználnak és szerencsétlen leszel. Neked csak egy útad van, békét, és azt magadban meg kell teremtsd, illetve előtérbe kell hozd. De ha neked békével állsz szembe, és támadnak téged, akkor csend lesz, megijednek. Mert találkoznak egy legyőzhetetlen valamivel. És az a legyőzhetetlen mindjájunkban itt van, a csendben, és nem a szövegben. A csend, ami neked a békéd. A csend, ami a te erőd. És a jó emberek sohasem használták az erejüket. Ez az igazság. A jó emberek mindig a rossznak az erejét használták. Úgyhogy, ha te egy jobb világot akarsz, akkor csendbe kell légy. És meg kell tanulj csendbe lenni. Az nem olyan egyszerű, mint ahogy elképzeljük. Csendben lenni nem azt jelenti, hogy most a számot itt befogtam és ülök, és közben ezer felé kommentál az agyam. Csendben lenni azt jelenti, hogy itt be van zsibadva. Az én fejemben nincs helye semminek. Amikor a csend eluralja az elmédet, és az elme csendje alatt élsz, akkor benned van a béke. És olyankor hiába támadnak. Neked nem fáj semmi, téged nem tud elérni semmi, sem kritika, sem rosszosság, sem semmi. Te a fölött vagy, mert nem jön reakció.
innen. És ha innen nem jön reakció, innen jöhet nyugodtan a reakció. A világ azért rossz, mert mi a rosszat tükrözzük. A világ azért rossz, mert mi a rossznak a rosszat megmutatjuk. Ha valaki támad téged, akkor mit csinálsz? Visszatámadsz. Mert a gyomrodba valami kell szorítani, ilyen egy félelem, és akkor ugyanolyan vagy, mint aki jött hozzá. Itt ebben a Sorsnavigátor könyvben le van írva egy történet, amit én így gyorsan elmondom. Bementem a hivatalba, hogy hozzam el a jogsimot. Ott volt náluk 3 hétig, pihent. Nem jó mindig strapálni a jogosítvány, úgyhogy le volt adva. Na, mentem, hogy hozzam el, és bementem az irodába, ahol senki se volt, hajnali 11-kor bent ült egy hölgy, aki még a fejét sem emelte fel, bekopogok, bement. Mit akar? Mondom, jöttem, hogy a jogsimot el. Most nincs időm, sem kedvem, és a gépem sincs készen. Aztán, ha úgy lesz, szólok, várjunk kint. Most rajtad múlik, megmondod, hogy a te adódból kit fizetnek, és ez hogy működik, vagy pedig nem mondod meg. Nálam ez a kérdés nem tevődik fel. Én elértem azt az állapotot, ahol nekem a szívem érzése gyorsabb, mint a gondolatom. Nekem jön a béke, kimegyek, leülök meditálni. Miből áll a meditáció? Ha én meditálok, megfogok egy szép virágot, elkezdem nézni, az összes szirmát megfigyelem, nézem sokáig, becsukom a szemem, és most látom a virágot. És akkor a virágot behúzom ide a szívemhez, és nézem ott. És akkor hagyom, hogy a virág kezdjen nőni. Nőnek a szirmai, az egész virág nő, és nő, és nő. És végül hagyom, hogy a virág nagyobb legyen, mint az egész mellkasom, az egész testem, és én a virágnak így része vagyok. Én a virággá válok. A virág tisztaság, szeretet, szépség. A virágba Isten álmodik. És akkor én vagyok a virág. Most kimentem, leültem meditálni, ide behelyeztem a szívembe a nőnek az undok pofiát. És mondom, mosolyog. Nem akart. Akkor elhúztam a száját, kicsit mosolygott, és akkor éreztem őt. És az nem úgy jó. És akkor mondtam, Isten, hagyd már neki kicsit békét, szeretetet. Még kell mindenkivel kötődjön. Ennek annyi baja van a családjában, meg mindenhol. És akkor őt elkezdtem hagyni nőni, és mosolyogni. És végül ketten egyé váltunk nagy szerelembe ott kint. És így boldogan üldögéltünk, egyszerre mosolyogtunk. És egyszer nyílik az ajtó, tessék, parancsolj ide! Egyem a szívedet, bementem. Jaj, ne haragudjon, hogy várattam, meg nagyon sajnáltam, de hogyha kifizette az illetéket, mert ugye mindig ez a lényeg, akkor tessék visszajönni, ne álljon sorban, meg nem tudom, mit csinálni. Na, visszajöttem, a hölgy felállt, kijött a hosszú folyosón az ajtóig, kinyitotta nekem az ajtót, kezet fogott, és kívánt egy szép napot. És olyan volt, mint a muzsika, az egy teljesen más ember volt, mint akit először láttam. Én szerintem ő még embert nem kísért ki a hivatalból, ha csak a miniszter ott nem volt az avatón, vagy ilyesmi. De most kérdezem én tőled, hogy rossz a világ? Vagy mitől függ, hogy rossz a világ? Mitől függ, hogy milyenek az emberek? Mitől? Én annyi e-mailt kapok emberektől, és leírják nekem, hogy kipróbáltam, mert a titkárnő gonosz volt, és nem akart, és semmi, és én elkezdtem ezt a gyakorlatot, és minden változott. Én a végén nem hittem el. Na, és ez így működik? Nekem olyan történeteim vannak, hogy nem hiszed el. Nekem volt olyan történetem, ahol a rendőr a végén sírt. Rendesen sírt, és törülte a könnyeit.
És én könyörögtem, már vegye el a pénzt, nekem nem számít a pénz. Hát ez a maga munkája, hát pont ez a baj. Ugye január 1-én ilyen kedves embert meg kell büntessek, mint magam. No, de vigye vissza Felit egy kávéra, mondom, nem kell, vigye csak. Volt olyan osztrák rendőrökkel, hogy ketten egymást licitálták, hogy kevesebbet kérjenek. Mert követtek, és fölírtak 34 kihágást 6 kilométerre. Kiszedtek a kocsiból, pisztollyal nekiállítottak az autónak. Elvették az igazolványomat, mindent, látták, hogy ártalmatlan a gyerek, azt hitték, nincs is nekem jogsim. És amikor azt mondja, van pénze, mondom, van. Ez nagyon sokba fog kerülni. 5000 shilling vagy mit körülmennyi. Mondom, nem probléma, van nálam pénz, én kifizetem, igazuk van, hát én mit csináljak, hát igazság az igazság. Végül egyik kezdi, végzi. 200 shillinggel engedtek el. És egyik licitálta le a másikot, hogy kevesebbet adjon. És ezek a dolgok így működnek. Az teljesen attól függ, hogy belőled mi árad ki. Nem attól függ, hogy ő milyen, az attól függ minden, hogy te milyen vagy. És az egész életed attól függ, hogy te milyen vagy. És a külső, és nem csak a belső, hanem a külső dolgaid is. És nézd meg, ha belül rendet teremtettél, akkor a külsőd megváltozik, és rend lesz. Ha belül gazdag tudsz lenni, akkor kívül muszáj annak jönnie. És hiába van külső gazdagságod, ha belül szegény vagy, nézd meg, hogy szenvednek a nagy sztárok, és hova jutnak. Az egy szörnyű élet. Nem kívánnám. Miért? Mert nem tudnak magukba annak a gazdagságnak alapot tenni. Egy gazdagságot is el kell bírni, viselni. És ha belsőleg gazdag vagy, akkor külsőleg nincsenek problémáid. A lélek sohasem akarja, hogy te szenvedj. A lélek sohasem akarja, hogy te szegény légy. Az mind innen jön tőled, ha hiszed, ha nem. És a betegségeidnek nagy része szokásból jön. Azért, hogy lássák, hogy szenvedsz. És magadra vidd a figyelmet a világnak, hogy én beteg vagyok, én szenvedek. És ennyi furcsa dolog van, és ha magadot kezded figyelni, akkor elkapod magadba ezt az egész disznójátékot, amit veled művel az értelem. Ez a tudatos életmód. És tulajdonképpen a külső, meg a belső életünket nem tudjuk elválasztani. Megpróbáljuk egyesíteni és összhangolni a külső életet és a belső életet. A külső élet olyan, mint egy gyönyörű virág. A belső élet pedig az illata. Ha nincs illat, akkor nem méltányolhatjuk a virágot. És ez a mi problémánk. Mi a belső életünkben nem teremtjük meg a külsőnek az illatát. És ezért saját magunkat mi ócsároljuk le, és szidjuk. Pedig az rajtunk múlt. Viszont, ha nincs virág, hogyan volna lehetséges az illat? Tehát, ha a külső életedet nem tartod szépen, akkor nem lehet belül illat. Tehát a belső életnek és a külső életnek együtt kell járnia. A test olyan, mint egy templom, és a lélek, vagy belső valóság, olyan, mint a test templom oltára. Ha a templomnak nincsen oltára, nem méltányolhatjuk a templomot. És ha a templomot nem tartjuk jó állapotban, hogyan tudnánk megfelelően gondot viselni az oltára? Meg kell őriznünk a test kondícióját, ehhez pedig a futás jelentős segítséget nyújt. A test képessége
és a lélek képessége, a test sebessége és a lélek sebessége együtt jár. A külső futás valami magasabbra és mélyebbre emlékeztet minket, a lélekre, amely fut az örökké valóság útján. A futás és a fizikai állóképesség segítségünkre van úgy belső törekvés életünkben, mint külső cselekvés életünkben. Az én mesterem egy indiai ember volt, egy indiai spirituális mester, aki szépen fel volt öltözve dótiba, elegáns úri dótiba, és a futó, Nike futócipőkkel jár. És az ENSZ-be ment meditációkat tartani, vagy bárhova, mindig a Nike futócipőkkel volt. Koncerteket adott, még ott is úgy ment fel a színpadhoz. Ő azt mondja, és azt éljük mi, hogy a test és a lélek teljesen egyforma fontossággal bír, és nem mehetsz el sem ebbe, sem abba az irányba. A külső és a belső harmóniát, ha nem tartod meg, nincsen egység, nincs egészség. És ha nincs egészség, akkor diszharmónia van, amit meg kell éljél. Vagy boldogtalanságban, vagy fizikai betegségben, vagy szenvedésben, vagy bármi másban. Tehát, ha te a fejlődés és a lelkednek akarsz tenni, akkor magadon kell kezdjed, és nem másokon. Minden városban, ahol előadásokat tartok, vannak emberek, akit inspirál ez a dolog, és megpróbálják. És ha az életedből veszel napi 30 percet, akkor 30 perc alatt egy alapot építesz. És ezek az emberek több városban már, nem is tudom a hány városban, vannak csoportok, akik hetente összejárnak. És együtt meditálnak, együtt tanulják a csendet. A szabály az, hogy aki oda bemegy, nem beszél, csak ha kérdezik. És ezt tudod, hogy milyen élmény? Az valami fantasztikus. Egy teljesen más világ, amikor te nem kell beszélj, nem kell megmondj semmit, sőt, vissza is kell tartsd. Sokszor a visszatartás egy kényszernek tűnik, utána valami belülről felszabadul és boldog van. Tanuljuk a csendet. És hetente egyszer összejárnak, és együtt elvégeznek egy programot. Én csináltam egy ilyen egyórás CD-t, amiben meditáció, közös éneklés, mantrák mondása, és azt mindenki végzi együtt, és csendben van. Utána lehet beszélgetni, és ez a program az embereknek nagyon sokat ad, mert a probléma az, hogy ha van is inspirációd, és lelkesedésed máma, hogy valami ilyet tegyél, azt el fogod veszíteni, ez garantált. Mert ha nem a te gondolataid rabolják el tőled, elrabolják a környezeted. A környezeted, aki ezt kigúnyolja, aki semmibe veszi a lelki életed. És sajnos máma többségben vannak ezek az emberek. De ezért, ha hetente mindig találkozol, mindig új lelkesedést, új energiát kapsz másoktól együtt. Úgyhogy, ha valaki van itt Gödöllőn, akit érdekel ez a dolog, és szívesen segít, hogy összehozzunk csoportot, akkor ide föl lehet iratkozni. Azoknak is, akik járni akarnak, az is, aki segíteni akar, és hogyha összejön, akkor itt is lehet ilyet csinálni. Mondjuk ez nagyon közel van Budapesthez, úgyhogy ide mindig ki tud jönni akár tanítvány is, segíteni a meditációt, és itt tovább. Ha van valakinek valami kérdése most, hogy már ennyit beszéltem, akkor azt most megteheti, de lehetőleg olyat kérdezzetek, amit tudok. Tessék! Erről a mesterről lehetne hallani valamit? Ő az, aki a meditációs könyv hátán van,
akinek a fényképét megláttam, és azt mondtam, hogy én olyan akarok lenni, mint ő. És ezt 27 éve, hogy gyakorlom, hogy utánozzam őt. És ez egy érdekes dolog, mert egy mesternek meg lehet tanulni a tudatát. Engem ő tanított meg meditálni, engem ő tanított meg magamot szeretni. Ugye a szeretettel is mi mindig azt hiszük, hogy az a lényeg az, hogy mi másokat szeressünk, és magunkkal nem törődünk, de ez nem így van. Fordítva kell mindent kezdeni, mindent magadba kell kezdjél. Ő engem nagyon szeretett, és értékelt, és én magamot nem. És én magamot leócsároltam, és ő mindig csak mondotta, hogy te milyen szuper vagy, és szeretett, és szeret. És akkor egyszer elgondoltam, ember, ez a mester tölti az időt avval, hogy engem szeret, akkor bennem valami csak kell legyen. És akkor elkezdtem nézni magam a tükörbe, a szemeimet. És az elmeimben mélyen mentem a szívembe. És ott tanultam meg, hogy én egy szeretetre méltó lény vagyok. És az ő szeretete, az ő szemeivel tanultam én meg. Órákat néztem vele, farkas szemet. Fennült a színpadon, például adott egy koncertet, beültem az első-második sorba, ahova lehetett, és akkor néztem őt, és ő nézett engem. És akkor láttam, hogy ott nincs semmi, az ő agya üres. Abszolút nulla. De hogy létezik, hogy egy ember értelem nélkül tud létezni? Mondom, hát ha ő tudja, én is kell tudjam. Ugye a székely az olyan, hogy Tata tud-e zongorázni? Azt mondja, biztos igen. Nem tudom, egy pár székely, ha van Gödöllőn, akkor tudhassák, hogy ez minden szakmához ért. Mikor menekültem 79-ben, akkor nem volt munkám, meg menekült voltam, én is vállaltam parkettacsiszolást, tapétázást, és amikor az első tapétázási munkám volt, életemben akkor láttam először tapétát. Tudja, hogy kell? Természetesen. Így voltam a mesterrel is. Azt mondtam, ha a mester tud meditálni, én is kell tudjak meditálni. Ő ül értelem nélkül. Hát az hogy van? Néztem a szemeit, mondom, akkor most én is ilyen tabula rasa leszek, tiszta üresség, és akkor elkezdtem azt gyakorolni. És tőle megtanultam ezt. Tőle megtanultam mindenféle dolgot így. Sri Chinmoy 1964-ben 33 évesen jött Indiából New Yorkba. És New Yorkba kezdett dolgozni az indiai követségen, utána aztán egy guru lett, és tanítványai lettek, és az ENSZ-ben heti rendszerességgel meditációkat tartott, és ő az egyik legtermékenyebb emberi lény, aki a Földön élt. Amilyen rekordjai meg számai vannak, ugye a könyveit tekintve, te jobban tudod a számokat. Mint 1600. Te 1600 könyvet adtak ki az ő dolgaiból. 13 000 bengáli dalt. 7000 angol, az 20 000. Több százezer festménye van. Több százezer. És több kötet versei. Naponta ezreket írt. 24 órás rekordja, az mennyi volt? 1400 vers, vagy ilyes, még több. Szóval olyan mérhetetlen, fölmérhetetlen, és ő mindenfélét csak így hozott ki a világba. Így folyt át rajta. Ült, és csak diktálta, és mondta a verseket, miközben az autóba utazott, vagy teniszt játszott, vagy akármi, és folyt belőle minden. És nem akármi, hanem nagyon értékes dolgok. Ezeket, amiket felolvastam, meg ilyenek, ezek csak úgy mellékesen jöttek belőle. És akkor kérdezték, ezt te hogy tudod csinálni? Azt mondja, hát ez nekem egyszerű, én nem csinálok semmit. Van egy világ, az alkotás világa. Ha oda bemész, akkor egy falra minden föl van írva. De minden. És te tudod, hogy melyiket a tiéd, és melyik nem a tiéd. Amelyik a tiéd, azt én lemásolom. Ami nem az enyém, ott hagyom. A
azt majd más fogja lehozni. És ez így működik. No hát, mondjuk nekünk nem működik így, de ő a lelkével egy volt. És a lélekkel való egység tulajdonképpen az, ami az emberben a határtalanságot, a végtelenséget előhozza teljesítménybe és mindenbe. Ő futó volt, aztán elkezdett súlyt emelni, és ember fölötti súlyokat és teljesítményei vannak. Van egy film, a lehetetlen kihívása, azt érdemes megnézni, nem tudom, fenn van a videón, vagy honlapon valahol, vagy DVD-n van meg. Fantasztikus dolgokat tett, és esténként tonnákat, sok-sok tonnát mozgatott meg 70 éves testtel. És ő mindig mondta, a kor az nem egy határ, és nem egy korlát. A kor csak itt van. Itt nincsen kor. Itt mindig egy gyerek vagy. És ő így élt, és erre tanít minket, hogy így éljünk. És ez egy csodálatos valami, úgyhogy ő nekem egy olyan szerencsém volt, hogy én nagyon-nagyon közeli, közvetlen kapcsolatban voltam vele, én még a fogászaton is kezeltem őt, fogat is húztam neki, meg is vannak a fogai nekem. És hipnózissal? Nem hipnózissal, injekcióval. Én nem hiszem, hogy őt tudtam volna hipnotizálni, de nagyon jó pofa volt, mert azt mondja nekem, fog fájni? Mondtam, nem, ez nem fog fájni. Akkor jó, beült a székbe, de hogy fáj vagy nem fáj, azt ő nem tudhattam el, ahogy a székbe beült, elment szamadiba. És ott volt a test, mondtam, nyisd ki a szád, akkor nagyobbra nyitotta, de ő nem volt ott. Egyszerűen nem volt. Én amikor beszélgettem is vele, valamit kérdeztem, mint ha én ezt szeretném csinálni, vagy azt, akkor ő elment, a test összeomlott, egyszer csak visszajött, és akkor azt mondta, ezt így és így kéne csinálni. És ezek a válaszok mindig olyan testre szabott, perfekt, tökéletesek voltak. És a fogászati székbe is úgy volt. El volt műve, és amikor azt éreztem, hogy én őt szeretem, ahogy kezeltem és megfogtam az arcát, akkor kinyitotta a szemét. De arra, hogy én ott dolgoztam, vagy injekciót adtam, az ott se volt. Tehát az energia attól függ, hogy milyen jött. Mikor pedig a szeretetet éreztem iránta, akkor kinyílt a szeme is vasárra. Aztán megint visszament a világába, a nem tudjuk hova, hogy. Azt kell megtanuljuk, hogy hova lehet átjárni. És ez mindjártunkban benne van. Mi mindenki egy jógi vagyunk. Csak nem valósítottuk meg. Mi mindjárt a lélek vagyunk, a végtelenség. És ez a probléma, ezért nem tudunk mi beteljesülni a végessel. Te lehetsz bármilyen gazdag, és bármennyi vagyonod, vagy akármilyen hatalmad a Földön, te sohasem tudsz beteljesülni. Mert benned a végtelen él. És a végtelent végesen nem lehet jól lakatni. Ilyen egyszerű a dolog. És a végtelenhez, hogy bejuss rá, ahhoz befele kell menni. A meditációdban, ha elkezded ide befele menni, ahogy ő tanítja, ő csak a szív meditációt tanítja. Azt mondja, mindig ássál mélyebbre. És minél mélyebbre ássol a szívedben, és hóna folytasd ott, ahol abba hagytad, és mind mélyebbre és mélyebbre ássál. És nézd meg, hogy milyen kincsek jönnek elő benned. És ez valóban így is történik. Úgyhogy a mester, ő egy különleges mester, aki nem csak meditációt tanított, hanem ő gyakorlati életet tanított. Hogy kell gyakorlatban és a mindennapokban, az élet elfogadásával, és az életet, ha elfogadtuk, annak a megváltoztatásával, hogy kell abba az isteni fényt kinyilvánítani. Azért, hogy jobb legyen nekünk az életünk, jobb legyen másoknak az élete, és jobb legyen az emberiség.
És én szerintem a csend és a szívnek a korszaka a csenddel kezdődik. És más megoldás ebből a helyzetből, ahol az emberiség magát vitte, nincs más kiút. És minél hamarabb neki fogsz tudatosan ezt élni, annál jobb helyzetben vagy, és annál hamarabb boldog lesz. Mi a jó meditáció? Teljes gondolat nélküliség, vagy a vizualizáció? Hát az első a jó meditáció. A teljes gondolat nélküliség a jó meditáció, a vizualáció az egy veszélyes dolog, mert ott az értelmet hagyjuk cselekedni. És nagyon sokszor becsap minket, és olyat mutat, amit ő szeretne nekünk mutatni, de ami nem a valóság. Tehát, hogyha én most az értelemből eljövök, és nem azonosulok a gondolatokkal, egy gondolat nélküli állapotra törekszem, ez az igazi meditáció. Akkor is, ha úgy érzem egy ilyen meditáció után, hogy nem volt semmi, és nem történik semmi, történik, és folyik. A program elindul és megy. Az értelem nem kell mindent tudjon. A meditációnak az a csodálatos dolga és lényege, ellentétben mindenféle pszichikai módszerrel, vagy értelmi módszerrel, hogy ő úgy változtat meg, hogy mi azt észre sem veszük. Egyszer csak észreveszünk, hoppá, nekem az a szokásom már nincs. Engem már nem lehet ezeken a piros gombokon feldühíteni. Valami más van, le van cserélve a rendszer. És akkor lélegzetet veszel, hogy dühös légy, de már nem megy. Miért nem megy? Mert már 3 hete meditálsz. És valami más van. De a meditációdban nem tudsz semmit. Nem érzel semmit. Az a fajta meditáció, ahol az ember lát, és képeket, meg fényeket, meg mindenfélét lát, az egy más világ. Ott be lehet kerülni egy olyan világba, amit úgy hívnak, hogy nappali álmodozás. Az egy szép, kellemes világ. Egy ellazító, de nem a spirituális fegyelem világ. Az igazi meditáció egy éberség. Az igazi meditáció egy olyan állapot, mint az őrkutya a milyen. Nekem van egy őrkutya. Ő egész nap így fekszik, sorkó. De 50 méterre a kert sarkába bejön egy macska, akkor a horkolásból 100-asba van. Ha a kapuba megáll valaki, aki elment a kapu előtt, fel van ugorva. A legmélyebb nyugalomból és a legmélyebb békéből. Ez a meditáció. A meditációban te itt ülsz, és az értelmet horkol. De te itt őrködsz. És nem engeded, hogy valami ide betörjön. Az igazi meditáció egy éberség. Tulajdonképpen az igazi meditáció nem egy teljes ellazulás. Nem egy tudatlan állapot. Egy tudatos állapot, ahol őrködsz. És ezért a gondolat nélküli állapot, a célja az igazi meditáció. Szeretnének, hogy még mindig születnek ennek a Szücsi Mojnak könyvei, és még mindig alkot? Hát könyvei születnek, de már csak olyan könyvek, amelyek gyűjtemények. Tehát valaki most nekifog, és azt mondja, hogy én most készítek egy könyvet, például itt van, ez, amiből felolvastam, ez a végtelen energia. Ez a végtelen energia Sri Chinmoy gyűjteményei könyveiből és beszédeiből meg ebből van összeállítva, és ezért lett egy új Sri Chinmoy könyv. De ő már nem ír a kezével, mert ő nincs a testében. Ő 2007. október 11-én itt hagyta a földi ketrecet, és ő már nincsen itt. Ő csak a belső síka van itt. De nekem tulajdonképpen ő pont olyan, mint azelőtt volt. Bár amikor elment, én sokat sírtam, de ő ugyanazt teszi, mint akkor tette.
Ő egy olyan mester volt, hogy én egyszer volt egy eset, amikor reggel meghallottam egy hírt, hogy ő mit akar csinálni, és én rossz gondolataim voltam. Mondtam, ez nem lesz jó. Ezt ő nem kéne tegye. Utána gondoltam is magamban, hogy mi vagyok, hát eddig, amit tett, minden jósült el. De most valami, ezt nem akarom, és ez nem jó. 3 óra múlva csengett a telefon, New Yorkból felhívott egy tanítvány, azt mondta, figyelj ide, a mester üzen neked. Én nem tudom, hogy mit, de azt mondta, te fogod tudni. A mester azt üzente, hogy te ne aggódj, és ne csinálj rossz gondolatokat, mert amit én csinálok, az perfekt fog menni. Úgyhogy 6000 kilométerről a gondolataimra válaszolt. Ezt most is meg tudja tenni, nem tudom most mennyi kilométerre van, de fizikailag szerintem lelkileg ugyanott van, ahol volt. Tehát szellemében én mindig úgy éreztem, hogy ő bennem van, és ma is úgy érzem. Ezért a kapcsolat nálam megmaradt úgy, ahogy volt. Egy mester nem kell fizikai jelenlétben legyen ahhoz, hogy valamit tegyen. De ez egyébként velünk emberekkel is így van, csak bennünk nem tudatosak ezek a dolgok. De ha valakinek nagyon jó akarat ereje van, és valamire gondol, és azt akarja, az megtörténik. És úgy is megtörténik, hogy te nem is tudod. Fogalmad nincs az egész. Csak amikor az ember eljut egy magasabb szintre, akkor minden tudatossá válik. 2 könyv, amiről beszéltem, a Boldogság égkövei, ez a spirituális tudatos életmódnak a kézikönyve, meg a könyvnek a 10%-át megvalósítod az életedbe, 10%-át. Én esküszöm, hogy problémáid nincsenek, amivel nem tudsz elbánni. Mindennel lehet az 10%-ával. És ez a másik könyv, a Sorsnavigátor, amiben a 7-7-es gyakorlat van, az energiánknak az átalakítása, ez a 2 könyv most együtt a kiadótól itt 3300-i vásárolható meg, ha valakit érdeke. Egyébként a könyvesboltokban mindenhol meg lehet találni, 5000 forintba kerül. Mind a 2 könyvben van egy-egy CD, egyikben meditációs, vezetéses meditációk, amelyeket én mondtam föl, a másikban pedig a mesternek meditációs zenéje van. Úgyhogy akkor én hálásan megköszönöm, hogy együtt voltunk, meg ilyen türelmesen végighallgattak engem, és tényleg, ha valakit érdekelnek ezek a közös találkozások, vagy csoport, képződés itt Gödöllőn, akkor ide feliratkozhat. Név, telefon, e-mail címmel, és azon kívül pedig meg lehet találni az előadásaimat a neten is, a gunagria.hu oldalon, vagy a Facebookon is van egy Gunagria oldal, és itt bárhol mindenféle dolog, amiket mondtam, meg írtam, ott vannak. Köszönöm szépen!